Köszöntöm nézőinket, önök a Tolna Táj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Adomány a Máltai Szeretett Szolgálattól, iskolai bútorok az I. és Gyula gimnáziumnak. Elismerték a munkát, rangos szakmai díjat kapott a Bonyhádi Ermelbólics kápolna felújítása. Falunapot tartottak Szakadáton, a település apraja nagyja megmozdult szombaton. Szemelvesz nap, az egészségügyi dolgozók munkáját köszönték meg. Padokat, székeket kapott az I. és Gyula gimnázium Dombóváron. A bútorokat a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és Máltai Lovagrend adományozta. 4 tantermet tudnak így felújítani. A régi eszközöket újra hasznosítják. Éppen a padokat pakolják le a kamionról a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat segítői és a dombóvári I. és Gyula gimnázium diákjai az iskola udvarára. Már 12 éve együttműködik a gimnázium a Szeretett Szolgálattal, volt már több jelentős közös eseményük. Ez is oka a mostani adománynak. Az itteni máltai csoport, aki nagyon jó kapcsolatban van a gimnáziummal, kértek, hogy itten hiány van bizonyos osztályok a bútorral, és akkor a nemzetközi kapcsolat révén, ahol Németországban ezt komputerizáltuk, hogy mi adomány van felajánlva, mi adományra van igény, ebbe a rendszerbe beléptünk a németországi máltaiak, és kerestek, hogy kinél van erre a célra, meg hogy hívják, és kisült, hogy Bajorországban volt egy iskola, aki felújították, és akkor felajánlták. Nagy hiányt pótol ez az adomány. Nagy szükség volt már a gimnáziumnak a jó állapotban lévő padokra, székekre. 4 tanterem összecsavarozott padjait cserélik most le. Ez mintegy 120 tanulónak ad biztonságos padokat, székeket a kulturált tanuláshoz. Borzasztó hálásak vagyunk a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnak és a Lovagrendnek, hogy együtt tudtunk működni, és ők az első hívószóra összefogtak, és megpróbáltak nekünk minél hamarabb segítséget nyújtani abban, hogy azok a 60-as évekből származó összecsavarozott padok, padsorok 4 osztályunkból is megújulásra kerüljenek, amik már tényleg nem szolgálják egyrészt sem a mai gyerekek magasságához nem illenek, sem a mai óraszervezési eljárásoknak nem felelnek meg, úgyhogy nagyon-nagyon örültünk, hogy segítséget tudtunk kapni tőlük. A régi padokat nem dobják ki, hanem újra hasznosítják. Új életre kelnek az iskola udvarán. Ülőkéket készítenek belőlük, amelyek az iskola udvari rendezvényein kiváló szolgálatot tesznek majd. A hazai kis- és középvállalkozások súlya jelentős, ők adják a gazdaság gerincét, hangsúlyozta a Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter az Európai Vállalkozásfejlesztési Díj nemzeti fordulójának átadásán hétfőn Budapesten. Mint a szakpolitikus kiemelte, a szektor a hazai vállalkozások 99%-át teszi ki, a foglalkoztatottak 72%-át alkalmazzák, ezzel több millió magyar család megélhetését biztosítják. Tavaly a nettó árbevétel és a hozzáadott érték 60%-át állították elő, amely jelentős növekedést mutat a korábbi évekhez képest. Nagy Márton hozzátette, van tér a magyar KKV-k fejlődésére, hazánk versenyképessége is csak úgy javulhat, ha a vállalkozások versenyképesebbé válnak. A Bonyhádi Ermel-Vojnics mauzóleum felújításáért rangos szakmai díjjal jutalmazta a helyi önkormányzatot és a kivitelezőket az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság. A kitüntetést még áprilisban vehették át Budapesten a tervezők. Most egy emléktáblát lepleztek le, amit az elismerés tiszteletére helyeztek ki az épület falára. Akkor kiderült, hogy 3 koporsó van a pintában, és egy nagyobb mint, amit mi gondoltuk. A Bonyhádi kápolna helyreállításáért, a lelkiismeretes tervezésért, példás együttműködésért, valamint a nemzeti emlékhelyhez méltó kivitelezésért díjazta a résztvevőket az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság. Ez a díj az építész szakma legkomolyabb elismerése, hiszen egy történelmi mauzóleumot restauráltak teljesen korhű módon. Nagyon nívós épületet valósítottak meg a 20. század elején. Teljes felületén zsolnai pirogránittel, burkolva, díszítő festéssel ellátva, újlőműveg ablakokkal, zsolnai oltárral, csillárral. De sajnos az azóta eltelt, hát közel 120 évben igazából csak romlott az épületnek az állapota.
hiányosak voltak az ólomüvegek, komoly károk voltak a pirogránit burkolaton, szerkezeti károsodással érintette az épületet, feltehetően egy földrengés következtében. Az Aigner Sándor által tervezett ingatlan felújításához sikerült pályázati forrás találni, így az most újra régi fényében tündökölhet. Városunkban látogatott az ICOMOS az elnöksége és az a műemlékes csapat, aki Magyarországon fontosnak tartja a műemlékek védelmét. Ezért is nagyon fontos számunkra ez a díj, hiszen ha kívülről egy külső szemlélő és egy szakértő grémium az, aki elismeri az itt végzett munkát, az mindig egy picit más, mint hogy, ahogy mi belülről látjuk. A 20. század elején készült épület Ermel Vojnics Erzsébet sírkápolnája, aki nem más volt, mint Perczel Etelka lánya, tehát a bonyhárdiak számára a Perczel hagyomány szempontjából ez egy nagyon fontos emlék, ami most már a Bonyhárdi Múzeumon keresztül a nagy közönség számára is látogatható. Megnyílt július 1-jével a lehetőség a vásárlással egybekötött készpénz felvételre, amely havonta legfeljebb 2 alkalommal 40 000 forintot összességében meg nem haladó mértékben teszi lehetővé, hogy a vásárlók forinthoz juthassanak, hívja fel a figyelmet a Gazdaságfejlesztési Minisztérium. Az ilyen tranzakciók után a vásárlók bankja nem számíthat fel díjat és költséget. A lehetőség a cashback szolgáltatást nyújtó kereskedőknél és a szolgáltatóknál lesz elérhető. Ehhez az érintetteknek egy terminált üzemeltető céggel kell egyeztetniük. Ahol a bankkártyás fizetési lehetőség már adott, ott az új szolgáltatás megjelenése gyorsan kivitelezhető. A szaktárca arra számít, hogy a kezdeményezésnek köszönhetően a cashback szolgáltatás révén a kereskedők és szolgáltatók növelhetik a forgalmukat és vevőkörüket. Folytatódik a központi költségvetés terhére elrendelt szúnyoggyérítés Tolna vármegyében ezen a héten. A szakemberek ezúttal is földírtást végeznek a következő napokban az országnak ezen a részén mintegy 600 hektáron. A tervek szerint Alsónán a Várdomb és Szálka térségében dolgoznak majd. Az írtószer emberre és gerincesekre nem jelent veszélyt. Sok évnyi kihagyás után végre megrendezhették a falunapot Szakadáton. Az egész közösség és a közeli települések is összefogtak, hogy megvalósuljon ez a nap. A jelentős számú sváb nemzetiségű lakóval rendelkező faluban az egésznapos ünnepség során számtalan hagyományőrző programot is láthattak az érdeklődők. Szakadáton 2019 óta nem sikerült ezt a fajta összejövetelt megtartani, ezért most mindenki nagy örömmel készült a színes programokra. A falu apraja nagyja részt vett a szervezésben, előkészületekben, de még a környező településekről is jöttek lelkes segítők. Az így megvalósult összefogás eredményeképp sikerült kicsiket, nagyokat egyaránt szórakoztató műsort bemutatni. Szerintünk nagyon jó újra itt lenni, egy jó pár évvel ezelőtt voltunk. Nem igaz? És jó hangulat. Igazi falusi vendéglátó módra babújással és halászlével várták az embereket ebédre, majd a hagyományőrző tánccsoportok, illetve zenekar előadásait élvezhették a vendégek a délután folyamán. El kell mondjam, hogy nagyon sok embernek kell köszönetet mondanom azért, hogy ezt a rendezvényt ilyen színvonalon, ilyen körülmények között meg tudtuk rendezni. Vármegyei szinten is nagyon fontos, hogy a közösségek fejlődjenek, akár azáltal, hogy több kisebb település összekovácsolódik, mondta Orbán Attila, a Tolna Vármegyei Közgyűlés alelnöke. Nagyon régóta követem a Szakadáti közösség építésnek a fejleményeit, és kapcsolatban maradtunk a polgármester úrral, és annak örülök most is, hogy több polgármester is eljött a környező településekről, és mindenhol, ahol hasonló közösségi programot látok, ami megmozgat több települést, annak mindig örülök. A gyerekek örömére gondolva kirakodóvására mindenféle finomsággal készültek, de lehetett lovagolni is. Délután a tűzoltóság jóvoltából pedig a habokban pancsolhattak a kicsik. Csaknem 40 000 diák utazhat külföldre az idei tanévben a Határtalanul programnak köszönhetően, közölte a Belügyminisztérium. Hozzátették, 4,7 milliárd forintból 1230 iskolás csoport vehetett és vehet részt táborban a szomszédos országokban.
Emlékeztettek arra is, hogy a program célja a magyar-magyar kapcsolatok erősítése, személyes kapcsolatok kialakítása és elmélyítése. A kezdeményezés keretében hazai iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykirándulásokon vehetnek részt a szomszédos országok magyar lakta területein, így személyes tapasztalatokat szereznek a külhoni magyarság körülményeiről, kultúrájáról. A céllal az egészségért, a biztonságért és a békéért, ez volt a mottója a Szekszárdi Ferro Patent Zrt. Harmadik alkalommal megrendezett Semmelweis napi ünnepségének. Az eseményen részt vettek a Vármegyei Kórház dolgozói, a mentőszolgálat munkatársai és házi orvosok. Emellett a katasztrófavédelem és a rendőrség részéről is érkeztek vendégek. Egyebek mellett a Tücsök zenés színpad is szórakoztatta a meghívott vendégeket a Ferro Patent Zrt. Semmelweis napi ünnepségén. A rendezvényt 3 évvel ezelőtt indította útjára Szabó Sándor elnök vezérigazgató és Süli János országgyűlési képviselő. A COVID-os helyzet volt, hogy megérdemelnek, nem kérdéses, hogy tartsunk egy ilyen, a 4 kórháznak egy ilyen fogadást, kisebb csoportnak, hogy elismerjük a munkájukat, és nyilván ebben is kedveskedjünk, amit tesznek értünk, és a nyilván sok-sok betegért. És úgy gondoltuk, hogy ez a rendezvény annyira jól sikerült, hogy ezt minden évben nem csak megpróbáljuk, hanem megtartsuk, és adjunk vissza valamit a dolgozóknak, orvosoknak, a szolgáltató részeknek is, akik tesznek értünk, egészségesek legyünk. Dr. Kovács Klára a házi orvosokat képviselte az eseményen, elmondta, hogy az ünnep jó alkalom arra, hogy a pozitívumokról beszéljenek, zajlik ugyanis az egészségügy átalakítása, melynek kapcsán már több nagy lépést is megtettek. Nem magunkat ünnepeljük, és nem az egészségügyet, hanem mások ünnepelik az egészségügyi dolgozókat. Nem kitüntetéseket osztanak, hanem megemlékeznek arról az elkötelezett munkáról, amit végeznek a kollégák, és a kollégákon kívül a nővérek, szakdolgozók. Nekem öröm részt venni egy ilyen ünnepen. Süli János elmondta, hogy a koronavírus idején, amit egyébként saját maga is megtapasztalt, az egyes hatóságok, szervezetek összefogására volt szükség. Ezt a példamutatást, hogy Magyarország a bajt össze tudott fogni, mindig példaként is föl tudom hozni, és példaként is említem, mindjárt, hogy a bajba derül ki, hogy azért tudunk mi együtt dolgozni, és egymást segítve túlélni gondokat. Horváth István országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, fontos, hogy ne csak a nehéz helyzetekben adózzunk hálával. Ez a rendezvény, ez egy üzenet, üzenet az önök munkájuknak, üzenet az önök hivatásuknak, és csatlakoznék Jánoshoz, üzenet azoknak, akik most nem lehetnek itt, de az önök munkatársai, akár az egészségügy, a közbiztonság, a mentőszolgálat vagy a kormányhivatal dolgozói részére, hogy üzenjük, hogy köszönjük a munkájukat, köszönjük a hivatástudatukat. A Szekszárdi Vállalat elnök vezérigazgatója nem csak szóban fejezte ki köszönetét az áldozatos munkáért, 1 millió forintos támogatásban részesült a Vármegyei Kórház, valamint fél-fél millió forintot kapott a mentőszolgálat, a katasztrófavédelem és a rendőrség. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Horváth lányok népviselete szépségversenye, 2 lány is képviseli régiónkat. Trópusi betegségek nyaralás idején nem mindenre van oltás, fontos a védekezés. Több mint 500-an jutottak diplomához, megtartották a PTE-ETK oklevélátadó ünnepségét. Az idei évben 10. alkalommal kerül megrendezésre a népviselet bemutató és legszebb népviseletbe öltözött horvát lány megválasztása nevű rendezvény Bosznia-Hercegovinában. Hazánkat 2 fiatal képviseli majd. Az idei évben 10. alkalommal kerül megrendezésre a népviselet bemutató és legszebb népviseletbe öltözött horvát lány megválasztása elnevezésű rendezvény Tomislavgrádban, Bosznia és Hercegovina városában. A versenyre azokból az országokból érkeznek versenyzők, ahol van jelentősebb horvát nemzetiség, így Szerbia, Olaszország, Németország mellett a tengeren túlról is minden évben érkeznek horvát lányok. A magyarországi horvát közösség is képviselteti magát a versenyen már a kezdetektől.
Az idei jubileumi alkalmon két magyarországi horvát lány képviseli a hazai horvát nemzetiséget. Várnai Regina a dráva menték viseletét mutatja be, míg a másik versenyző, Laskovics Vivien, a Pécs környéki horvátok gazdag népviseletét ölti magára. Természetesen, szóval alapból van horvát származásom, és ez így összességében elmondható a Pécs környéki falvakra, hogy sok a horvát kisebbség, úgyhogy őket fogom képviselni igazából. Kozán Mislányban rendezték meg így az elődöntőjét, ahol engem választottak ki, és engem jutattak tovább a nagy döntőre, amire nagyon hálás vagyok, és így a magyarországi horvátságot fogom képviselni. A verseny számos egyéb programot foglal magában, mely több horvátországi és bosznai városban zajlik majd 2023. július 10 és 15-e között. Július 12-én 21 órakor a népviseletek bemutatója lesz Biograd na Móru tengerparti városkában. Utolsó este, július 14-én választják meg a legszebb horvát lányt és két udvarhölgyét Tomislavgrádban. Bosnyák népviseletet fogok bemutatni, ami az összes a saját népviseletem, és majdnem mind eredeti is, szóval igen. A helyszíni verseny mellett egy külön kategória is szerepel, mely az internetes szavazásban első helyet elérő hölgyhöz kerül, aki a legfotogénebb kategória győztese lesz. Az online szavazást pár napja az egyik magyarországi lány, Laskovics Vivien vezeti. Szavazni az Udrugász Tecsek oldalán lehet naponta egészen július 14-éig. A nyaralások alkalmával sokan egzotikus vidékeket választanak pihenésük helyszínéül, azonban tudni kell azt, hogy ott milyen betegségek fordulnak elő, különben könnyen megfertőződhetünk és nehezen gyógyulhatunk. Nincs minden trópusi fertőzésre védőoltás, ezért fontos körültekintőnek lenni és néhány jó tanácsot megfogadni. Sokan felbátorodva felkerekednek, és nyáron, de akár egész évben is egzotikus vidékekre utaznak. A környezet, a táj szépsége azonban nem zárja ki, hogy megfertőződjünk akkor is, ha vigyázunk a higiéniai szabályokra. Ha valaki ilyen országba utazik, akkor tudnia kell, hogy ott milyen betegségek fordulnak elő. Erre azonban komolyan fel kell készülni, mondta a dr. Ternák Gábor professzor, belgyógyász, infektológus. A leggyakoribb betegség, amit turista összeszedhet, az elsősorban malária, ugye afrikai, ázsiai országokban, Dél-Amerikában előfordul, és a gond az, hogy az itthoni betegellátás ezeket a betegségeket nem nagyon ismeri, amiket össze lehet szedni. Tehát mindenképpen, ha bárkinek bármi baja van, láza, bőrkiütése, hasmenése, bármi, akkor meg kell keresni olyan embert, aki Magyarországon ért ehhez. És mit kell csinálni? Most minden országra vannak már olyan leírások, amelyek felvilágosítják ugye a turistát, hogy mit kell csinálni. Általános higiénés dolgokat mindenképpen be kell tartani. A rendszeres kézmosás, a megbízható helyről való ételfogyasztás alapvetően elengedhetetlen. A civilizáltabb szálláshelyek is kevesebb fertőzés veszélyt rejtenek magukban. Ha valaki olyan helyre utazik, ahol a malária előfordul, akkor mindenképpen szedjen előtte malária profilaktikumot. Ezt a házi orvos fel tudja írni. Hazautazás után is pár hétig szedni kell a gyógyszert, hangsúlyozta az infektológus. Ezek a szúnyogok, amik már Európában is elérhetőek, és terjesztik a maláriát, más megbetegedéseket is terjesztenek. Ezek közül a leggyakoribb az úgynevezett dengi láz, ami Ázsiában igen elterjedt, ez egy kiütéssel, magas lázzal, csontfájdalmakkal, végtagfájdalmakkal járó betegség, oltás nincs ellene. Általában megkérdezik a turisták, hogy hát mivel oltsuk be magunkat. Kötelező oltás már nem nagyon van, tehát néhány ország van, ahol sárga láz elleni oltás még kötelező, azt az információ meg tudja mondani, hogy hol kell ezt az oltást alkalmazni. A hepatitis és tifusz elleni oltást is célszerű beadatni, ha eddig még nem kapott ilyet valaki, és egzotikus vidékre utazik, tette hozzá az orvos. Ternák professzor hangsúlyozta, ha bárkinek bármilyen tünete, láza, hasmenése, gyengeségérzete van egy-egy ilyen trópusi vidéken töltött nyaralás után, ne halogassa, feltétlenül forduljon orvoshoz. Több mint 500 végzős kapta meg a diplomáját Pécs főterén pénteken. A Széchenyi téren tartották az Egészségtudományi Kar oklevélátadó ünnepségét.
A végzős szakemberek két turnusban vehették át a dokumentumokat. Köszöntöm a kar jelenlévő vezetőit és oktatóit! Idén is a Széchenyi téren került sor az egészségtudományi kar egyik legfontosabb eseményére, a végzős hallgatók oklevélátadó ünnepségére. A ceremónián többek között a kar vezetősége, a tanári testület, az egyetem, a társkarok vezetői, valamint a szakmai és társadalmi közélet jeles képviselői is részt vettek. Mai napon egyébként 10. alkalommal vagyunk itt a Széchenyi téren, és ad nekünk otthont ahhoz, hogy számtalan hallgatót tudjunk a magyar egészségügyi ellátórendszernek biztosítani. A mai napon egyébként két turnusban összesen 511 hallgatót fogunk avatni. Nem titok, egyik nagy eredményünk az, hogy már évről évre dinamikusan nő a külföldi hallgatói létszám, így aztán a délutáni turnusban már 52 külföldi hallgatónak is fogunk tudni oklevelet adni. Ezek a külföldi hallgatók nem csupán az európai országokba, de a közel és távol-keletről is érkeznek hozzánk, sőt az afrikai kontinensről is, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy az egészségtudományi kar az egy ilyen tekintetben egy globális képzőhelyé válik az elkövetkezendő. A diplomaátadón az egészségtudományi kar összes szakiránya képviseltette magát. Alapképzésekről, mesterképzésekről fognak most végezni, innen kapnak oklevelet. Ez a sport és az egészségtudományokat foglalja magába, tehát nem csupán a diplomássápolókat, a mentőtiszteket, gyógytanászokat, dietetikusokat, szülésznőket, de sporttudományi szakembereket is avatunk a mai napon. Bár a hallgatók közül sokan az első diplomájuknak örülhettek, voltak olyan végzősök is, akik már a második diplomájukat vehették át. Sokan egy régi álmukat váltották valóra az egyetem befejezésével. Sport és rekreáció szakon végeztem, igazából nagyon örülök neki, mert álmom volt mindig is az, hogy valamilyen formában tudjak segíteni az embereknek, mind az egészségükkel, mind a sportolásukkal kapcsolatosan, és ez a szak tűnt a legmegfelelőbbnek, szóval én most nagyon boldog vagyok. Az új egészségügyi szakemberek a mai naptól már készen, diplomájukkal a kezükben állhatnak a választott hivatásuk kihívásai elé. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Adomány a Máltai Szeretett Szolgálattól, iskolai bútorok az I. és Gyula gimnáziumnak. Elismerték a munkát, rangos szakmai díjat kapott a Bonyhádi Ermelbólics kápolna felújítása. Falunapot tartottak Szakadáton, a település apraja nagyja megmozdult szombaton. Szemelvesz nap, az egészségügyi dolgozók munkáját köszönték meg. Kedden vélhetően egy mérsékelt erősségű hidegfront alakítja majd időjárásunkat. Az ország nyugati felén és északi harmadán főként délelőtt erősen felhős, szorványos esőkkel, záporokkal, néhol zivatarokkal tarkított hűvösebb időre készülhetünk. Délután már kevesebb helyen várható csapadék, és időnként kikisüt a nap is. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!